Kedves megjelentek, szeretettel üdvözlöm Önöket, és akkor mielőtt elkezdeném az előadásomat, azért néhány szóban szeretném elmondani, hogy miért ezt a témát választottam, és hogy kerültem én ide. Azt kell rólam tudni, hogy több mint 40, vagy majdnem 40 éve diplomáztam, matematika-fizika szakos tanárként végeztem, és 5 év tanítás után egy bank elcsábított informatika szakterületre, és informatikai fejlesztések kapcsán megismertem a teljes banki működést, és hát 20 évet eltöltöttem így a pályán, amikor is odáig jutottam, hogy a ma már jól ismert, de akkoriban még kevésbé ismert fogalommal megismerkedtem, ez a kiégés. És mivel teljes banki pályafutásom alatt is nagyon hiányzott az oktatás, sok banki céges oktatáson vettem részt, tehát olyan nagyon nem távolodtam el az oktatástól, főiskolán még tanítottam, a tanítóképző főiskolán időközben. És hát arra jutottam, hogy azért nekem, én annyira szeretek tanítani, hogy vissza szeretnék menni a pályára, tehát kétszeres pályamódosítás után vagyok ismét pedagógus. De amikor a második pályamódosításom is megtörtént, akkor én azzal a feltétellel mentem el a volt korábbi saját iskolámban, ahol tanítottam, hogy az igazgatóval abban állapodtam meg, hogy cserébe azért, hogy hajlamos vagyok matematikát tanítani az iskolában, amire matematika tanárra akkor is nagy szükségük volt, én szeretnék legalább heti egy tanórában szakkört tartani diákoknak, mégpedig pénzügyi szakkört, mert hogy azt érzem, hogy a diákok pénzügyi tudatossága és műveltsége nagyon alacsony. Ugye, tudni kell még, vagy érdemes azt tudni, hogy abban az időszakban tervezték a új nemzeti tantervet terveztek, és úgy volt, hogy lesz egy külön pénzügyi tantárgy, és hát abban a reményben kezdtem így el ismét tanítani, hogy egyszer majd pénzügyet taníthatok, mert lesz ilyen önálló tantárgy. Hát az a helyzet, hogy ez a vágyam ez nem teljesült, nem lett ilyen tantárgy, ugye beépültek az egyes tantárgyakba a témakörök, és ennek ellenére én akkor ugye elkezdtem pénzügyet tanítani, és az első év után, miután egy 12. osztályos diákoknak mentori foglalkozást tartottam, egy 4 fős csapat rögtön megnyerte a pénztárversenyt abban az évben, és ezért aztán a következő évben már egyel több pénzügyi szakkörre kaptam lehetőséget, és az időközben ez úgy alakult, hogy ma már csak pénzügyekkel foglalkozom, szakköröket tartok, illetve életvitelt, technikai és életvitelt tantárgy keretében tanítok pénzügyeket. Ugyanebben az iskolában, a Valasi Bálint 8 évfolyamos gimnáziumban. És akkor a mai alkalommal, itt sok helyen visszacsatolnék a kerekasztal beszélgetésben résztvevőkhöz, ugyanis szeretnék egy kicsit beszélni az oktatás jelen helyzetéről, a lehetőségekről, támogatókról, amikről már itt a pénziránytű alapítvány képviselőjében Bukut Zsuzsa beszélt is, illetve hogy a oktatás során most odáig jutottunk, hogy a most már 12 éves pénzügyi oktatás keretében nagyon sok tapasztalatom gyűlt össze, és már az utolsó egy évben a pénzmúzeum felkérésére, a Magyar Nemzeti Bank pénzmúzeumának felkérésére az ország teljes területén tartok pénzügyi rendkívüli tanórákat, és ennek a tapasztalatairól is szeretnék egy kicsit beszélni. Közoktatás helyzete, ugye ezt elmeséltem, hogy, és Zsuzsi is beszélt róla, hogy bizonyos tantárgyakba beépítve van meg a lehetőség. Ahogyan az Zsuzsi is említette, a pedagógusok jelentős része nem él ezzel a lehetőséggel, hogy ezeket a beépített tananyagokat használja, ugyanis sajnos megvan az a tapasztalat, hogy mesterpedagógus, matematika tanár olyan hitelkártya adósságba keveri magát, amiből gyakorlatilag önállóan nem képes kikeveredni, és ebben a helyzetben nehéz azt gondolni, hogy tudatosságra nevelhetők az ő tanítványai. Tehát nagyon
sajnálom a helyzetet, és igazából azt gondolom, hogy az utolsó olyan generáció, aki pénzügyileg tudatosan nevelkedett föl, az az én nagyszüleimnek a generációja. Én már a szüleimtől sem hallottam arról, hogy mennyire kell takarékoskodni. Azt láttam, hogy spórolnak, de hogy megtakarítás, családi költségvetés, ilyet tulajdonképpen azért nem láttam. A nagymamámnak az elmesélései voltak azok, amik arra indítottak engem, hogy azért valamelyest a pénzügyek és a közgazdaság irányában is gondolkodjak. Amikor elmesélte, hogy ő hogy járt pórul a biztosítási szerződésével a nagy dunai árvíz esetében, aztán elmesélte azt, hogy vett békekölcsönt, és a két tehén árát betette, és aztán két zsömlét tudott venni rajta 5 év múlva. És ezek voltak azok, amik engem arra indítottak, hogy egy kicsit próbáljak megismerkedni a pénzügyekkel és a gazdasággal. A szakképzésben egyébként egy picit jobb a helyzet, mint a közoktatásban, ugyanis ott van 10. osztályban minden diák számára kötelezően egy pénzügyi tantárgy, és a pénzügyi és vállalkozói ismeretek, amit nem csak a szakképzés, tehát nem csak a közgazdasági szakképzésben, vagy gazdasági szakképzésben, hanem minden egyes szakképzésben meg kell tanulniuk a diákoknak. Tehát ez egy jó, ott egy jobb helyzet van egy kicsit, ott van egy kötelezőség. Ahogyan az Zsuzsi is említette, a közoktatásban most már nagyon sok lehetőség van, de a legeslegfontosabb feltétele annak, hogy színvonalas pénzügyi oktatás lehessen, annak az, hogy a pedagógusok akarjanak, szeressenek ezzel a témával foglalkozni, érezzék át annak a súlyát, hogy azok a gyerekek, akiket ők elindítanak egy ilyen pénzügyileg tudatosabb gondolkodás irányába, azok a diákok egy jobb minőségi életet tudnak élni, mert a vágyaikat pénzügyi korlátok talán kevésbé korlátozzák. Tehát, hogy különböző pénzügyi tudatosságban ő saját maga megtakarításokat csinált, és valahol egy gyereknek ő lesz a példakép ebbe a pedagógus, aki jelenleg egyébként pont a fizetéséért küzd, már bocsánat, de ő nem lesz hiteles benne. Igen. És sok pedagógus szerintem ezt tart vissza ettől, hogy ő hogyan beszéljen a gyereknek a pénzügyi tudatosságról, mikor ő nem érzi magát ebbe hitelesnek. Nagyon köszönöm a megjegyzést, és hát én erre nem akartam kitérni, de azt nem jeleztem itt az életleírásomban, hogy az iskolában én óraadóként dolgozom most már majdnem 8 éve, tehát a mellékesként, egyéni vállalkozóként biztosítom a megélhetésemet. Tehát én egy hobbi pedagógus vagyok, ahogyan azt a kisfiam szokta volt mondani. Tehát, és ez valóban így van. És nekem megvan ez a lelkesedésem, és ezt teljesen megértem. Valóban én sem azért nem tanítok teljes állásban, mert nem szeretnék sokkal több diákot tanítani, és, hanem mert az anyagi megbecsültsége nem olyan sajnos a pályának. Viszont nekem van az a lehetőségem, hogy az oktatási iránti elkötelezettségemet a pénzmúzeum támogatja, azzal, hogy lehetőséget ad nekem arra, hogy ne csak a saját diákjaimat ösztönözzem a pénzügyi kultúra jobb megismerésére és a tudatosság fejlesztésre, hanem gyakorlatilag más diákokat, iskolákat is tudjak erre ösztönözni. És egyébként nagyon örülök neki, hogy van itt olyan iskolából pedagógus kollega, akinél már tartottam órát, és az iskola olyan mértékben elégedett volt a programunkkal, hogy szeretné, hogyha újabb lehetőséget kapnának. De erről majd akkor a későbbiekben még egy kicsit beszélgetünk. És egyébként azt gondolom, hogy a pedagógusok szakmai tudása is hagy bizonyos mértékű kívánnivalót maga után. Tehát nem csak
az elkötelezettség hiányzik, a megbecsültség, és valóban a hitelesség is. Tehát sokkal nagyobb hitelességem van nekem egy iskolában, amikor azt mondom, hogy 20 évig dolgoztam pénzintézetben, és most itt vagyok, hogy nektek meséljek. Tehát ez egy potenciális előnyöm, ez vitathatatlan. Vagy egy, igen. A vállalkozását. Tehát az a gyerekeknek egy olyan élmény, ahol példaképet is kapnak. Igen. Igen, ezt még nem is említettem, de a rengeteg versenyző diákjaim közül van most már egy olyan 3 fős csapat, akik a pénziránytű alapítványnak is dolgoznak. Egy KFT-t alapítottak 16 évesen, és ezzel foglalkoznak. Jó. Tehát kellenek a elhivatott pedagógusok, tapasztalat, tájékozottság és támogató tantestület, mert hogy azért el kellett, hogy az igazgatónak, a tankerületnek, a tantestületnek fogadnia azt, hogy nálunk ezzel foglalkozunk, és hát természetesen azért az elismertséggel együtt nőtt a igény is erre a dologra. És hát sajnos ezek a feltételek nem teljesülnek egy átlagos iskolában. Mit lehet tenni? Lehet meghívni szülőket, akik elhivatottak és tudnak segíteni a pedagógusoknak. Lehet külső szervezeteket, támogató szervezeteket, segítő szervezeteket bekapcsolni a iskolai oktatásba. Illetve vannak pályázati lehetőségek is, amivel azért egy kicsit ösztönözni is lehet a pedagógusokat. Én például 3 nemzeti tehetség tanácsi projektet is végigcsináltam az iskolámban, amivel anyagi forrásokat, eszközöket, egyebet lehetett szerezni ehhez az oktatáshoz, és ezzel is tovább ösztönöztük, hogy egy táborozási lehetőséget meg lehet belőle szervezni a gyerekeknek, stb. És hát lehet lobbizni. De hát erről akkor inkább most nem beszélnék. Kik azok a támogató szervezetek, akik ebben nekünk segítenek? De történelmileg a legrégebbi, akivel én kapcsolatban állok most már 8 éve, ez a Junior Achievement Magyarország Vállalkozás Támogatási Alapítvány, ami a közel 100 éves amerikai indítású nemzetközi, most már 100 országban jelenlévő szervezet, és annak a magyarországi alapítványa, diákvállalkozási programot működtetnek, ami azt jelenti, hogy megtanítják vagy a vállalkozáshoz szükséges kompetenciákat, gyakorlatban próbálhatják ki a gyerekek, mert hogy a KFT-t alapító tanítványaim előtte 5 évig diákvállalkozók voltak, és odáig jutottak, hogy egy társasjátékot fejlesztettek, egy történelmi társasjátékot akadémiai professzorokkal, tehát történész professzorokkal, ezen kívül pályaorientációval foglalkoznak, és innovációs versenyekkel. Tehát érdemes velük is felvenni a kapcsolatot a pedagógusoknak. Következő a pénziránytű alapítvány, de hát róluk most nem szeretnék olyan sokat beszélni, mert Zsuzsi úgy is beszélt róluk. Amit én még fontosnak gondolok, az az, hogy vannak e-learninges tananyagaik, amiről Zsuzsi nem mesélt, és ezt akár nem csak diákok, hanem felnőttek is bevonhatók. És ami még nagyon fontos, hogy rengeteg vetélkedőt, versenyt, pénzügyi aktivitást szerveznek, és ezekben a versenyekben, például egy tőzsdeversenyben a szülők és pedagógusok is részt vehetnek, díjazottként is, tehát így például a szülők is megismerhetik a tőzsdét ingyen, anélkül, hogy a kockázatokat vállalniuk kellene. Tehát én például ezt is javaslom, az e-learninget is, illetve és ami még fontos, hogy a pénziránytű alapítvány működtet egy Facebookon, illetve TikTokon is elérhető YouTube csatornát is, és ott YouTube csatornán is elérhető oktatási tartalom megjelenítést. Kis rövid videókat készítenek, havonta átlagosan 10 darab ilyen kis oktató típusú videó jelenik meg, amire, hogyha esetleg a diákok figyelmét felhívjuk, akkor azért mégis egy kis lehetőséget adunk, anélkül, hogy ezt az iskolában aktívan nekünk támogatni kellene. Ami
Számomra most a legfontosabb, és ami az utóbbi egy évenben az erőforrásaim jelentős részét köti le, az a 2 évvel ezelőtt megnyitott Magyar Pénzmúzeum, ez a Magyar Nemzeti Bank alapításával és támogatásával működő szervezet, ami egy interaktív, rendkívül modern, egy 21. századi, erősen 21. századi múzeum, digitális, a gyerekek játszhatnak, 7 különböző játékon próbálhatják ki a gazdasági készségeiket, kimehetnek a piacra, megnézhetik a tőzsdét, kipróbálhatják a tőzsdét, tehát egy csomó olyan lehetőséget kapnak, amellett, hogy a kicsik megemelhetik az aranyrudat, illetve bárki megemelhet egy aranyrudat, ezen kívül megnézheti, hogy hogyan működik egy internetes vásárlás, annak a modelljét meg tudja nézni. Tehát rengeteg olyan dolgot tud csinálni. Nem egy passzív dolog, ahol hátratett kézzel nézünk bele a vitrínbe. Amellett viszont ezek is megtalálhatók. Tehát megtalálható olyan érme a múzeumban, amiből a világon egy darab van. Tehát, és ami nagyon fontos, ingyenes a múzeumlátogatás, és az tavalyi évben hozta létre a múzeum a Bőrönd Múzeum nevű programját. Ez arról szól, hogy nem kell a diákoknak feltétlenül eljönni az iskolába, mert Nógrádból, amíg elér az iskolába, akkor föl kell hajnali 2-kor, és megnézi a múzeumot, és hazaér este 10-kor, hanem mi megyünk el az iskolákba, és mi tartunk helyben interaktív órákat, élménypedagógiai jellegű órákat, és ami tényleg nagyon fontos, hogy a legutolsó kisfaluba is eljutunk. Tehát volt olyan iskola, ahol összevontan tartottam 7.-8. 11 néhány gyereknek tanórát, mert hogy annyira kis létszámú az iskola. De itt voltak a leghálásabbak a diákok egyébként, tehát itt kaptam a legtöbb pozitív visszajelzést, és itt van az a töltés, hogy szívesen csinálom tovább is a programot. Mit nem mondtam még? Igen, és egy tábori keretekben is, az idén Zánkával is volt egy megállapodásunk, és ennek keretében ott is tartottunk tanórákat, és igyekszünk minél tovább ezeket a kapcsolatainkat fejleszteni, és a Pénzmúzeum jelentősen támogatja ezt a tevékenységet, amit ezúttal is köszönök nekik. Tapasztalatok nagyon gyorsan csak, amit úgy gondolom, hogy nagyon fontos, minél korábban ismerkednek meg, annál jobb. A vállalkozó tanítványaim 5. illetve 6. korukban csatlakoztak a szakkörhöz, és így lettek 17 évesen vállalkozók. Nagyban segítette a munkánkat a diákoknak a szülő összetétele, ugyanis azok a diákok, azt látom, hogy azok a diákok tudnak jól teljesíteni, és azok lesznek sikeresek, azok érdeklődnek erősen, akik valami családi mintát látnak, vagy ahol a szülők erősen támogatják őket. Ahol viszont az van, hogy is neked el kell járnod ide mindenképpen, ott viszont egy ellenreakció alakul ki, és azok a gyerekek, akik csak a szülő nyom, azok viszont nagyon gyorsan kiesnek. És még egy dolog, amit én fontosnak tartok, hogy a pénzügyi versenyek és a pénzügyi tevékenység az alapvetőleg csapatsport. Tehát ez egy csoportmunka. Úgy jó, hogyha különböző képességekkel rendelkező, különböző érdeklődésű diákok egymást támogatva, egymást segítve tanulnak. Tehát ez jellemzően egyébként a 2 évvel ezelőtt 40 darab különböző versenyen indultak el tanítványaim az idényben. Nagyon sok pénzügyi szervezet szervez versenyeket, ezeket érdemes figyelni, ezeket tervezem majd, hogy egy közös megosztásban akár a Pénzmúzeumnak valamilyenféle közreműködésével igyekszünk meg is osztani. És akkor csak néhány statisztikai adat, de ez azt gondolom, hogy nem annyira fontos. És amit... Igen, bocsánat. Jó.
És akkor azért a biztonságról annyit szeretnék visszacsatolni, hogy a jelentős szórást tapasztaltam a diákok között, és nem feltétlenül csak regionális, hanem akár egy iskolán belül is jelentős különbségeket tapasztalok abban, hogy mennyire tudatosak és mennyire ismerik fel a kockázatokat. Viszont egy példát hadd említsek meg, hogy tegnap tartottam meg az mostani 12-eseknek az első tanóráját, és hazafelé menet a buszon összetalálkoztam három diákkal, akikkel egy kicsit beszélgettünk, és az egyikük elmondta, hogy annyira tudatos, annyira figyel a pénzügyi tudatosságára, hogy kapott a DHL vagy valamelyik szolgáltatótól egy levelet, egy SMS-t, hogy nem tudják az e-mail címét, és küldje meg az adatait, mert hogy kapott csomagot. És annyira gyanakodott, olyan gyanúsnak ítélte, hogy felhívta a szolgáltatót az információs vonalon, és rákérdezett, és mondták, hogy igen, tényleg sajnos nem tudják, és tényleg az a csomagja, és tényleg valós az SMS. Úgyhogy azért ilyen is van, hadd mondjuk el. Köszönöm a türelmüket.